Külön tárlóban mutatják be a Gödöllőről kölcsönzött, frissen érkezett műtárgyakat a Sziszi kiállításon. Fehér díszsebkendő, csipkével díszített fekete selyemszalag, gyöngyel hímzett pelerin és egy legyező is látható. Utóbbi Erzsébet királyné ajándéka volt Gottlieb József állomásfőnöknek az 1880-as évek végén. Erzsébet saját használatú legyezőjéről van szó, amire később került rá ez a nagyon különleges fekete csipke. Ez egy selyemből készült, festett selyem legyező, amiben, hogyha ráközelít a kamera, látni fogják, hogy a fekete csipke alatt virágdíszítés látható, ibolya és árbácska díszítés, tehát lila virágok, de lila tudjuk Erzsébet egyik legkedvesebb színe volt. Sziszi szívesen ajándékozta meg udvartartása tagjait. A tárgyak jó része Ferenczi Ida hagyatékából került a Gödöllői Múzeumhoz. Ő volt Erzsébet magyar felolvasónője és a királyné legfőbb bizalmasa. Elindította és sokáig éltette is Sziszi kultuszát. Erzsébet halála után pedig tulajdonképpen a szeretett királyné emlékének élt. A bécsi burgbeli lakása szinte egy ilyen kis Erzsébet emlékmúzeummá alakult. Az évtizedek során megőrzött mindent, minden olyan ajándékot, amit szeretett úrnőjétől kapott, valamint gyűjtötte ő is már az Erzsébetről készült ábrázolásokat, de nem csak Erzsébetről, hanem a királyi család tagjairól. Erzsébet szívesen időzött Gödöllőn, több mint 2000 éjszakát töltött a kastélyban, amelynek 102 szobája, lovardája, pálmaháza és hatalmas parkja volt. Két kedvenc kutyájának síremléke ma is látható az előkertben. Ez volt az egyik kedvenc helyszíne. Bécsnél mindenképpen több időt töltött el Gödöllőn. Buda közelsége a király számára is könnyebbséget okozott, vonattal tudott beutazni a fővárosba és intézni a dolgokat, míg Erzsébet Gödöllőn tényleg családi, könnyed életet élhetett gyermekeivel és magyar udvartartásával. A Gödöllői Múzeum rendelkezik a legnagyobb Sziszi gyűjteménnyel, csak a papír alapú hagyaték több mint 10 000 darabot számlál, közte a királyné 37 saját kezűleg írt levele is megtalálható. Kérésre szívesen kölcsönöznek műtárgyakat más múzeumoknak, így történt ez most is. A 4 új tárgyal kibővült szombathelyi Sziszi kiállítás november 27-ig látogatható a Szavária Múzeumban.